A műsorvezető ruháiról a Merrill Fashion gondoskodik. Műsorunkat a Home Office megoldásokat segítő digitális távmunka csomag forgalmazója, a HRP Europe Kft. Támogatta. fortinet.hrp.hu. Köszöntöm nézőinket! Milyen hatást gyakorol a COVID-19 mentális egészségünkre? Vajon szorongóbbak, frusztráltabbak, depressziósabbak vagyunk-e a járvány idején? Többek között erről is beszélgetünk, már is mondom, hogy kiül a stúdióban. Ha látni ugyan nem nagyon látom, de szerencsére tudom. Szóval Molnár Károly pszichiáter, Karcsi, rólad azért azt kell tudni, hogy te a Magyar Pszichiátriai Társaság elnöke voltál két periódusban is, és ugye a második az most telt le, tehát 2020-ig voltál a Magyar Pszichiátriai Társaság elnöke. Megteszed, hogy leveszed ezt a maszkot? Köszönöm, hát én betartottam azokat a szabályokat, amik érvényesek, de most másfél méter távolságra nyugodtan ülünk, úgyhogy fegyelmezett emberként és le tudom venni a maszkot. Nagyon köszönöm, mert így legalább látlak. És akkor már is mondom, hogy kik a Skype-os vendégeink. Remélem, hogy itt van velünk nem csak a vonalban, hanem látjuk is őket. Igen, látjuk. Dr. Moretti Magdolna Egerből, Magdi, pszichiáter, pszichoterapeuta, főorvos, és Frecska Ede egyetemi docens, a Debreceni Pszichiátriai Klinika munkatársa, akiről azért azt talán elárulhat, hogy a Magyar Pszichiátriai Társaság Olá Gusztáv életműdíjasa. Szervusztok, örülök, hogy itt vagytok. Köszönöm a meghívást. Köszönjük a lehetőséget. Ugye én tulajdonképpen azzal kezdeném, hogy azt a mókuskereket, amiben mi hosszú éveken át éltünk, azt ugye alapvetően megváltoztatta a COVID-19, és egészen másfajta rutinokat kellett alkalmaznunk, egészen más életmódot kellett élnünk, és hát nem is nagyon merem én még ezt múlt időben mondani, nem csak azért, mert Molnár Karcsi maszkban jött, hanem azért, mert tudjuk, hogy bár lazítunk, a járvány az még itt van velünk. Szóval hogyan változott a ti életetek, illetve mi az, amiben legjobban vagy leginkább megváltozott az elmúlt 3 hónap alatt? Veled kezdem, mert te ülsz itt benne a stúdióban. Egy szokatlan helyzet, mert én szoktam kérdezni a szakmánk szerint. Igen, ezt fel is ajánlottad nekem a műsor elején, hogy te kérdeznél, de én szeretném, hogyha maradnánk ebben a felállásban. Hát igen, alapvetően megváltoztatta mindnyájunknak az életét ez a helyzet. Egy olyan helyzettel állunk szemben, amire nem volt még példa. A történelemből ismerünk olyat, amikor betegséggel küzdöttek, de az, hogy egy világjárvány közepébe találjuk magunkat, ez nem volt. Ennek megfelelően olyan intézkedések és olyan megelőző intézkedések léptek életbe, ami a mindennapi viselkedésünket, a munkánkat, a kapcsolattartásunkat alapvetően megváltoztatta. Hát ennek természetesen számos hatása van. Többek között a kérdésed az volt, hogy rám milyen hatással volt, ugyanúgy, mint mindenkire, hiszen a fehér köpenyben is egy ember szokott ülni. Mi is elkezdtük betartani azokat a szabályokat, amik az izolációt jelentik. Ugye az izoláció önmagában egy nagyon kellemetlen dolog, mert hogy a napi viselkedési szokásainkat teljesen felborítja. Nincsen rá viselkedési mintánk. A családoknak, az embereknek nincsen viselkedési mintájuk arra, hogy 24 órán keresztül ennyi ideig összezárva legyenek. Hát ez nagyon sok mindenkiből félelmet, szorongást, frusztrációt vált ki, információ hiányban vagyunk, nem tudjuk, hogy mivel küzdünk, és hát ez számos következménye van. Erről beszélünk rövidesen, de most akkor a két Skype-os vendégemet is megkérdezem, hogy a számotokra mi volt a legnehezebb, Magdi? Te mivel küzdöttél meg a leginkább? Én azzal küzdöttem meg leginkább, hogy az édesanyám éppen kemoterápia alatt állt, és ezzel kapcsolatban elég sok aggodalom és szorongás volt a családban, és döntési nehézségek, hogy hogyan is folytassa, vagy hogyan ne folytassa. Ami a szükebb családunkat illeti,
természetesen az első, mondhatni sok után, hogy át kell rendezni az egész életünket, utak, tanfolyamok lemondva, utazások, magárendelés lemondva, és az itthon létre kellett adaptálódni. Szerencsés vagyok abban a szempontból, hogy kertes házban lakunk, és én viszonylag könnyen tudtam erre az életformára állni. A háztartást is szeretem, tehát azzal se volt semmi baj, hogy most egy picit főállású háztartásbeli lettem. Az online betegvizsgát és az online terápiák azért adtak egy kis nehézséget. Hát az egy teljesen más műfaj. És ezzel kapcsolatban elég sok dilemmánk is volt, hogy kivel lehet folytatni, hogyan lehet folytatni, lehet-e új embereket Skype-on fogadni, és így tovább. Stádiumok vannak, azt hiszem, most már azért a kifele haladó stádiumban vagyunk. Ha akkor kérdezel, az is picit más, és a mostani állapot is egy picit más. Beszélünk nyilván a kiféléről is, de akkor még előbb Frecska Edét megkérdezem, hogy neked például hogy megy a telemedicina, a távgyógyítás, milyen egy pszichiáternek videón keresztül rendelni? Nagyon zavaró. A nem verbális csatorna eléggé be van szűkítve. Ez nem csak a betegellátásban, a oktatások, vizsgáztatások terén is probléma, egy szokatlan helyzet, tehát ehhez alkalmazkodnom kellett. Rendkívül sok kihívást jelentett, hogy nem csak a klinikán, hanem a Debrecenben a pszichiátria másik részét, oroszlán részét a Kenézi Kórház viszi, mind a két osztályon a vírus rendelkezéseknek megfelelően nagyon gyors változásokat kellett hozni. Ezen azért elég hamar túlestünk. Számomra személyesen az egész vírus helyzetre egy feszültségteljes várakozás volt, hogy na végre mikor fogok már átesni rajta. Ugyanis szerettem volna átesni rajta. Ugyan nem tudtam, hogy mi jobb, ha a legelején, vagy később, amikor azért több terápiás beavatkozás esetleg terítékre kerül. Ede, szabad ne felejtsd, ha ennyire vágysz rá, még megkaphatod. Bocsánat, de az nem segített át engem ezen a két hónapon, tudod? Tehát értem. Lerövidítette volna az egészet, úgyhogy azon már nem változtat. Ugye Karcsi már elkezdte mondani, hogy izoláció, hogy ugye találkozunk olyan dolgokkal, amit jószerével csak egy amerikai science fictionben láthattunk, csak kimondom, mert hogy a karantén, a szkafander, a kijárási tilalom, szóval ez azért nem volt a része a mi hétköznapi életünknek. Na most ez a bizonyos izoláció pedig, én azt gondolom, hogy még akkor is, hogyha az ember egy nagyon szerető családban él, nem csak örömforrás, tehát összezárva a karanténba az embernek a családtagjaival, hanem stresszforrás is, pláne akkor, hogyha ugye az előző műsorban éppen arról beszélgettünk, hogyha ha bántalmazó, ha erőszakos ember van összezárva azzal, akit ő bántalmaz, vagy a gyerekeivel, szóval én azt hiszem, hogy azért ez így is úgy is elég nehéz helyzet. Hát mindenképpen nehéz, és említettem azt a viselkedés mintákat. Ugye amikor a mindennapjainkat éljük, akkor kialakul a családon belül és a kommunikációnak egy mintája, egy rendje. Ebben benne van az, hogy mennyi időt töltünk együtt, az együtt töltött időt azt mivel töltjük. A szülők elmennek, hogyha teljes családról van szó, elmennek dolgozni, az idejük nagy részét ott töltik, este találkoznak a gyerekekkel, délután találkoznak a gyerekekkel, és jönnek a hétvégék, amik szintén struktúrálva vannak, általában a szokások irányítják. Ebben a helyzetben viszont vissza kellett fogni magunkat, izolálódtunk, össze voltunk zárva, és arra, hogy 24 órán keresztül
folyamatosan együtt legyünk, nincsenek meg a viselkedés mintáink. Persze a szeretet és a kötődés nagyon sok mindenen átsegít, de egy idő után ez szorongást, feszültséget vált ki, adott esetben egyébként ez a frusztráció vitákat jelent a családon belül, konfliktusokat jelent. Hallgattam az előző műsort, ahol említették, hogy a családon belüli erőszak is megnőtt ebben az időben. Ja, nekünk szakembereknek pont az volt a feladatunk, hogy azoknak segítsünk, akik ezzel nincsenek tisztában, hozzánk fordulnak, segítsünk nekik abban, hogy hogyan kell strukturálni az időt, hogyan kell a kapcsolatot tartani a külvilággal, hogyan kell a szeretettel kell a kapcsolatot tartani, és hát nyilván, hogyha megjelenik a szorongás, megjelenik adott esetben a betegség, a felvezetőben mondtad a depressziót, akkor pedig mik azok a beavatkozási lehetőségek, vagy mi az, amiknek meg kell történni ahhoz, hogy átsegítsük a pácienseinket, és egyébként saját magunkat is a családon belül. Ugye első mondataiba Molnár Károly mondta, hogy a pszichiáter is ember, mint tudjuk. Ti is szorongtatok, Magdi? Az elején igen, látva a híreket, látva a sok szörnyűséget, főleg ami külföldről jött. Aztán azt hiszem, hogy itt is van egy ilyen habituáció, hogy az ember megszokja, hogy fertőtleníteni kell, megszokja, hogy maszkot kell viselni, megszokja az óvintézkedéseket. Másrészt pedig itt vidéken, Egerben azért lényegesen jobb volt a helyzet. Tehát azt a fajta szorongást, amit Budapesten, akár tömegközlekedéssel, utcán, vásárlás közben átéltek az emberek, azt szerencsére mi nem éreztük. Ede, Debrecenben? Hát az én esetemben nekem nagyon feltöltekező volt, hogy több időt tudtam tölteni a gyerekeimmel, hiszen óvoda és iskola ugye bezárt, mivel a betegforgalom is meggyérült, tehát kevesebb volt a munkai teher. Tehát ez kifejezetten pozitívan jött ki. Ahogy a Magdi mondta az elején, bennem is volt szorongás az ismeretlentől, hogy mi várható ettől a vírustól, és ugye szó volt arról, hogy végeredményben a kornak szerepe van, hát valamivel veszélyeztetettebb korban vagyok. De ahogy egyre több információt hallottam, valamelyest megnyugodtam. Karcsi többször említette a mintázatot, szokásokat, amiket én úgy fogok fel, hogy kapaszkodók, és akkor a kapaszkodó pedig arra utal, hogy mi valahogy úgy vagyunk civilizálva, hogy nagyon hozzászoktunk, hogy amennyire lehet kontrolláljunk egy helyzetet. És ez a vírus sok emberben a szorongás feltétlen ezért is fokozta, mert hirtelen egy kontrollvesztett helyzet, ami ugye nem tudtunk átlátni. Tehát ilyen kapaszkodóik voltak, mint a kézmosás, ugye ez tulajdonképpen egy rituálé. Meg a maszk. És ez is tulajdonképpen egy kapaszkodó, hogy azért csak tudom kontrollálni ezt a újonnan felmerülő válságot, de ugyanakkor hát hallottuk azt, hogy a légúti terjedés az még többet számít, tehát úgyhogy akartál mondani. Körülbelül így. Ja, tehát körülbelül ennyi. Tehát jó. Karcsi hozzáfőzne akkor valamit. Igen, még Edéhez kapcsolódva, szóval, hogy olyan ősi eredendő szorongás formákat mobilizált a helyzet belőlünk, mint a, ugye egy Edéhez kapcsolódva, tehát egy olyan helyzettel állunk szemben, amire úgy érezzük, hogy nincsen meg eszközünk a megoldásra. Hát igen, ezek az eszközök, amiket Ede is említett, hogy maszkot használunk, kézmosót használunk, és ezen keresztül próbáljuk kontrollálni az egészet. A másik megjelenik bennünk, az másik ősi szorongás, amit a létszorongás, a létünkkel kapcsolatos szorongás, a betegségtől való félelem, mi van, hogyha elkapjuk, mi lesz velünk. Aztán a köznyelvi értelemben vett egzisztenciális szorongás, hogy van-e tartalékunk, hogy a családunk, hogy mi túléljük ezt a helyzetet.
van-e eszközünk arra, hogy a szeretteinket, a védett korban lévő szeretteinket meg tudjuk valahogy óvni? Ezek nagyon sok esetben dühöt, frusztrációt, feszültséget váltanak ki mindnyájunkból. Valóban ezek az eszközök és nekem hát is segítettek. És hát a bizonytalanság a jövő iránt, ugye? Mert most egy nagy-nagy bizonytalanság ugye, van mindenkiben. Még a munka közben is, mi is azonnal a rendelőben elkezdtünk egy helyi protokollt kialakítani, ami segített abban egyébként, hogy valahogy megpróbáljuk a nagy káoszt, ami körülöttünk van, abból kiszakítani egy pici részt, és azon keresztül kontrollálni ezt a feszültséget, ami van. Szóltatok már a depresszióról, én megtaláltam, pontosabban megkerestem, ez így helyes, az ENSZ főtitkárának nem elsősorban a pszichiáterekhez, valamennyiünkhöz intézett szavait, amiben azért rendkívül jelentős szerepetek van nektek. A következőképpen szól, még ha sikerül is ellenőrzés alá vonni a világjárványt, a gyász, a szorongás és a depresszió továbbra is éreztetni fogja hatását az embereken és a közösségeken. Ő arra kérte egyébként a kormányokat, a civil társadalmat és az egészségügyi hatóságokat, hogy foglalkozzanak a válság mentális egészségre gyakorolt hatásával is. Ugye nyilván szóba hozta, amiről már beszéltél, a munkahelyek elvesztése iránt érzett szorongást, a gyászt azokban a családokban, ahol meghalt valaki, a jövő iránti bizonytalanságot, a nem tudjuk, hogy mit csináljunk az idősekkel, és elszigetelődnek kérdést. Na most ez mind azt jelenti, hogy azoknak az orvosoknak, tehát a pszichiátereknek, a házi orvosoknak, akik a mentális egészséggel, a civil szervezeteknek foglalkoznak, igen nagy szerepe kell, hogy legyen. Érzitek-e ti azt, hogy a ti szerepetek felértékelődött ebben a helyzetben? Hát mindenképpen, és nem csak a mi szerepünk. A személyes tapasztalatom, és amit a kollégáktól hallok, az az, hogy valóban megnőtt a szorongással, depresszív hangulattal segítséget keresőknek a száma. Ezt nehezítette az, hogy az egészségügyi protokollok szerint nehezebben voltak elérhetők azok az ellátóhelyek, ahova fordulni tudtak. De hát ezért én kiemelném, hogy nem csak a pszichiátereknek, nem csak a pszichológusoknak van szerepe, hanem azoknak az összes önkéntes segítőnek, aki ebben részt vett, a telefonos első segélyszolgálatoknak, itt említetted egyébként a házi orvosokat, a házi orvosi szolgálatnak, és hát hozzá kell még tenni, hogy valakinek foglalkozni kell az egészségügyben dolgozók, a frontvonalban lévők, a veszélynek kitetteknek a folyamatos lelki gondozásával. Ti ebből mit éreztetek, Magdi? Azok a páciensek, akik megkerestek titeket, éreztétek az ő esetükben a fokozott szorongást, a fokozott frusztrációt, a fokozott kétségbeesést? Egyáltalán többen, kevesebben milyen számban keresnek titeket, vagy kerestek az elmúlt hónapokban? Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert azt gondoltam az elején, amikor elindult a járvány, hogy sokkal többen fognak keresni. A szakrendelésen egy csomó beteg be volt írva az előjegyzési naptárunkba, és mintha átrendezte volna a prioritás sort az emberekben, hosszú hetekig a járvány elején nem jelentkeztek annyian, mint amennyien vártuk. Nem is érdeklődtek, hogy lesz szendelés, hogy nem, mintha mindenki egy picit levénult volna, és elfogadták volna azt, hogy most más a fontossági sorrend. Aztán utána jött egy olyan szakasz, amikor a magánrendelést keresték többen, érdeklődtek, hogy van-e magánrendelés. Ekkor még mindig nem keresték sokan az állami egészségügyi rendelésünket. Én mind a két helyen dolgozom, és azért tudom ezt így most összehasonlítani. És most, amikor nagyon sok feladó intézkedés született már, most, mintha hirtelen kiszabadult volna a palackból a szellem, rengetegen telefonáltak. Mai nap is rendeltem, folyamatosan csörgött 3-4 telefon. Magárendelésen, akik jóval többen kerestek, azok a párok voltak. Tehát a párkapcsolati problémákat és a családon belüli problémákat nyilvánvalóan felerősítette ez a kényszer összezártság.
Frecska Edének milyen tapasztalatai vannak nálad, kik jelentkeznek leginkább, és milyen jellegű problémákkal? Tehát valóban a járvány elején azt figyeltem meg, hogy a jelentkező páciensek egy részénél túlzott szorongás alakul ki a vírussal szemben, de ugyanúgy megvolt az ellenkezője is, tehát valamiféle könnyedén félvállról véve a dolgot, úgyhogy azért kellett navigálnom, hogy a két szélsőséglet véglet között tartsam a pácienseket, tehát sokak számára ez a koronavírus, holott ott van, hogy új, ami azt jelenti, hogy van régi is, de sokak számára ez valami trópusi őserdőből ráunk ugrott rém, ismeretlen rém, tehát teszem azt, mint az ebola meg hasonló, aminek már a neve is riasztó. Ugyanakkor sok szempontból ez a koronavírus már ismert volt, tehát különösen szakmabeliek számára, tehát csak ez a nagy virulens volt az, ami nagy változást jelentett a vírus ismeretében, és Ede, szabad ne felejts, csak annyit hadd vessek közbe, hogy egyébként a humán koronavírust 2002-ben izolálta egy Osterhaus nevű holland professzor. Tehát, hogy nem kifejezetten mai történetről beszélgetünk. Igen. Ettől igen, persze nem lett jobb a dolog. Csak nem, ettől nem. Azért igen, én csak annyit próbáltam, hogy nem a veszélyességét, csak az ismeretlenségét egy kicsit tompítani a dolognak, mert az, maga az ismeretlenség az is rárak a veszélyérzetre. Amúgy meg, hát tudjátok, szeretem a nagy távlatokat. Számomra ez a vírushelyzet hozta elő, hogy a kultúránk, civilizációnk mennyire sérülékeny. Ugye? És még nem látjuk, hogy milyen tartós változásokat idéz elő. Mire gondolsz konkrétan? Az éghajlati változásokra, szóval mire? A levegő szennyezés alakulására, a vizek tisztulására, mert ugye teljesen nyilvánvaló, hogy attól, hogy a civilizált ember kényszerűségből pihenni kényszerült is, nem élhette az ő hétköznapi életmódját, a Földünk fellélegzett, és egész egyszerűen egy csomó dologban azt kell látnunk, hogy a Föld viszont sokkal jobban érzi magát. Igen, azért, mert a civilizációnk lefékezett. Tehát, és a civilizáción kényszerűségből fékezett le, tehát ugye a Magyarországon nem is annyira, de hát látjuk, hogy az USA-ban mekkora gond a gazdaság leállása. Tehát, és hogy hány tízmillió ember vált állás nélkülivé, tehát mondom, erre utalok, hogy a kultúránk sérülékenysége jött elő, amit egy másik virológus, Michael Ostenholm, egy kicsit másképp van az utóneve, ő már 2005-ben már felvetette, hogy számolni kell egy hasonló világjárvánnyal, igaz, ő akkor a SARS-ra arra gyanakodott. Igen, egyébként a betegség ökológusok, mert hogy ilyen is van, hosszú évek óta foglalkoznak azzal, hogy ahogyan mi a civilizált ember a Földdel bánunk, annak egyértelműen az kell legyen a következménye, hogy itt különböző vírusok jöjjenek, menjenek, amihez nyilván adaptálódnunk kell. Igen, a történelemben volt erre példa, ugye a római császárság elején pár évtized alatt 80 ezer kilométernyi utat építettek, amelynek következtében a pest is sokkal gyorsabban terjedt. Tehát nagy vívmányunk a közlekedés, ez is nagy mértékben elősegítette ennek a terjedését. Igen, végül is tényleg csak annyit fűzök hozzá, amit
mondasz, ahhoz aztán megyünk tovább a szorongás meg a depresszió nyomvonalán, hogy ugye az, hogy 7,5 milliárd ember folyamatosan röpköd jobbra-balra, és hogy ugye ma mondjuk a wuhani piacon vagy, és aztán nézed azt a sok szörnyűséget, meg azt a koszt, meg azokat a nagyon fura lényeket, amiket ott megesznek, és tele parazitával, aztán holnap meg mondjuk elmész Londonba, és kezet fogsz valakivel, értelemszerűen hozzuk, visszük a vírusokat, baktériumokat, parazitákat magunkkal. Ez egyik oldala, de hogyha visszavezetem az emberi kapcsolatokra, és itt Ede utalt, hogy változtatja meg az életünket és a civilizációt, hát hosszú távra kódolódik bennünk ez a fajta globális félelem, hogy bármikor előfordulhat hasonló ezekből fakadóan, amiket elmondtatok, és ez az emberi kapcsolattartást is nagy mértékben meg fogja változtatni. Emlékezzetek vissza a szeptember 11-ére annak idején, amikor nem egy vírus, hanem a terrorizmus jelent meg a világba, hogy utána ennek milyen hosszú távú és mennyi következménye volt, ami az utazási szokásainkat megváltoztatta, a biztonságérzetünket megváltoztatta. Most is tulajdonképpen ez várható, mert hogy sosem tudjuk, hogy mivel állunk szemben. Tehát ez a fajta félelem valahogy kódolódik a gondolkodásunkban, és hosszú ideig tart, mire vissza tudunk térni egy olyan normál menetbe, ami ezeket a félelmeket csökkenti bennünk. Beszéljünk egy kicsit a depresszióról, elvégre három remek szakember. Egy itt ül, kettő ott van a képernyőn keresztül, látlak titeket. Ugye ha én jól tudom a számokat, akkor világszerte 300 millió ember depressziós, és évente 800 ezeren öngyilkosok lesznek. Na most ez egy világstatisztika volt. Mennyire vagyunk mi depresszió nagyhatalom, magyarok? Vagy hogy állunk mi Európában? Vagy az európai államok között? A depresszió nagyhatalom, ezt azért nehéz mondani, hát sokáig a sajtóban is megjelent, hogy a 80-as évek közepéig azért a halállal végződő úgynevezett befejezett öngyilkosságok szempontjából azért vezető helyen állt Magyarország, azért azt kell mondanunk, hogy az elmúlt ugye 80-at mondtam, 80-as éveket, 25-30 évben ez azért több, mint felére csökkent. A depressziónak az előfordulását mondtad. Ugye az Európai Unióban kb. 38,2%-a az uniós lakosságnak valamilyen mentális betegségtől szenved, és ennek a legnagyobb része, 26-30%-a a depresszió. Hogyha magyarországi adatokat nézzük, ugye ez olyan 18,4 milliót jelent, depressziós beteget jelent az Európai Unión belül. Hogyha leszikütjük Magyarországra, akkor a mi adataink szerint évente körülbelül 700 ezer depressziós beteggel, havonta pedig 200 ezer depressziós beteggel számolhatunk. Ugye az éves előfordulása a depressziónak, hogyha egy ember a magyarországi lakosságra vetítjük, akkor 15,1% az előfordulása, a havi előfordulása az 7-8%, és az éves előfordulás és a havi előfordulása az a lakosságnak, ahogy mondtam, 200 ezer, tehát 2-2,5%, akik depresszió betegségtől szenvednek. Most a depresszió betegséget azért nem szabad összetéveszteni azzal, amit a köznyelvben depressziónak nevezünk, mert hogy különösen az utóbbi időben, amikor már beszélhetünk a mentális betegségekről, nagyon gyakran halljuk azt, hogy hát hétvégén depressziós voltam, meg dep is vagyok. A rossz hangulat önmagában, az átmeneti rossz hangulat, az nem jelent depresszió betegséget, az depresszív hangulatot vagy levertséget okoz, aminek általában a hátterében jó kimutatható kiváltó okok vannak. A depresszió maga, a depresszió betegség azért az egy jobban körülírható, orvosilag meghatározható betegséget, tehát állapotot jelent. Azt kijelenthetjük, hogy a világjárvány az nem depresszió, de depit okozhat. Hát az arra hajlamosaknál, ugye a depresszió betegségnek biológiai megalapozottsága van, az arra a hajlamosaknál,
a egy járvány idején megjelenő provokáló tényezők, a stressz, az mobilizálhatja, felszínre hozhatja a betegséget, ami aztán természetesen szakember általi beavatkozást igényel, tehát gyógyítani kell. Nyilván fontos kérdés lehet az is, bár ha ehhez van hozzáfűzni valótok, ugye kicsit nehéz így kommunikálni, hogy nincsen köztünk nonverbális reakció, tehát én nem látom, fogalmam nincs róla, hogy Magdi meg Ede mit gondol arról, amiről most Méth Karcsival beszélgettünk, és hogy bármiféle gesztust, ugye, ha itt ülnétek, akkor látnám az arcotokon, és tennék fel kérdést, de így nem tudom, tehát most csak azt tudom kérdezni, hogy van hozzáfűzni valótok ahhoz, amit Karcsi mondott? Valamit a klinikai tapasztalatomból mondanék, hogy nagyon gyakran kerülnek elém páciensek, akinél felmerül a depresszió diagnózisa, csak bennem ott motoszkál hátul, hogy lehet, hogy sok-sok kritériumát, hogy ML kritérium rendszer alapján, ha nagyon szigorúak akarunk lenni, akkor úgy állítjuk fel a klinikai depressziót, tehát sok-sok kritériumot teljesít, de mégis az a benyomásom, hogy nem igazából klinikai depressziós, hanem elkeseredett emberekről van szó. Számomra segítség egy olyan tünet, ami a depresszióban legalább olyan fontos, mint a depressziós hangulat, ez pedig az örömre való képtelenség. Az elkeseredett emberek jó részénél azt találom, hogy nem ezzel az úgynevezett anhedóniával van probléma, hanem egyszerűen a helyzetéből fakadva nem tud boldogulni, boldoggá lenni. Tehát ha ezeket is úgy hozzátesszük a képhez, hát igen, akkor igen, sok, pláne egy ilyen helyzetben, ami most állt elő, várható egy ilyen kiugrás. Csak érdekeseként mondom, hogy depressziós betegeink, tehát nem az elkeseredett, tényleg a klinikai depressziósok, ők ezt szokták különíteni, hogy milyen az a hétvégi nyomott hangulat egy esős vasárnap délután, hogy ez nem ugyanaz, mint a depressziónak a depressziós hangulata. Azt mondja, sokkal inkább az egy nagyon kellemetlen negatív állapot, nem csak szomorkás hangulat. Tehát ők tudják a különbséget. Ezt csak ahhoz fűztem hozzá, ami úgy korábban felmerült, hogy ugye amit a Karcsi említett, hogy a hétvégi depressziós hangulat az más, és a jellege is más. Hozzáértük a betegek szerint. Igen, nagyon szemléletes egyébként William Styronnak, aki depressziótól szenvedett, világhírű író, és a könyvének a címe, amit a saját depresszióról írt, a számomra nagyon szemléletesen írja le, amit Ede mond, azt mondja, hogy a látható sötétség. Ami azt gondolom, vagy hogyha az irodalomból, és ebben Magdi szokott minket nagyon sok irodalommal ellátni a világirodalomból, vagy hogyha valaki végigolvassa például Sylvia Plath-nak a naplóját, uh-huh. aki ugye depressziótól szenvedett, és öngyilkos lett, és úgy halt meg. Az első 10 oldalt, ha valaki elolvassa a naplójából, már abból feszültséget él át, mert érzi, hogy a gondolkodása, itt az örömre való képtelenségről is beszélünk, mennyire más, mint amit mi saját magunk átélünk és tapasztalunk. Én most közben azon gondolkodom, miközben titeket hallgatlak, hogy ugye egy kicsit áttéve erre a karanténos időkre, meg karanténos viszonyokra, amikből most hála Istennek kijöttünk, és ne is kerüljünk vissza, bízunk benne, hogy nem kell visszamennünk, de hogy ugye rengeteg idős ember szigetelődött el, és rengeteg idős ember, nagyszülők, nagymamák, nagypapák nem kapták meg azt a fajta fizikai törődést, nem kapták meg, egyszerűen kimaradtak abból a kontaktusból, amit ugye a hétköznapokon megszoktak, és amire szükségük volt, és az emberbe fölmerül az a kérdés, hogy mennyit árthat, és mennyit árthatott ez a fajta elszigetelődés az időseknek. Magdi.
nem csak az időseknek, hanem egyáltalán a kapcsolatoknak. A depresszió és a járvány kapcsán még az előbb jutott eszembe, hogy talán érdemes lenne azzal is foglalkozni egy picit, hogy a depressziónak az egyik része, a úgynevezett reaktív része, a sok-sok egzisztenciális probléma és vesztesség, amit a járvány okozott, és amiből most ocsúdik föl sok ember, vagy sok család, vagy sok vállalkozás. A másik meg egy picit a gyász, az a gyász, ami úgy fogalmazott meg néhány kliensem, hogy az élet soha nem lesz már olyan, mint az előtt. Van a járvány előtti időszak, és van az azutáni, amikor nem biztos, hogy repülőgépre merünk ülni egy darabig, a nagy terek és a nagy tömegekben nem biztos, hogy úgy érezzük magunkat. Tehát egy picit fontosnak érzem az ezzel való foglalkozást is, aminek azt gondolom, hogy eztán lesz nagy szerepe a munkánkban. A másik, visszatérve, amit az előbb kérdeztél az idősek, hogy igen, az idősek is elszigetelődtek, de a másik oldal, a fiatalok, akik nem kapták meg az idősektől, a nagymamáktól, nagypapáktól a szintén azt a fajta törődést, hogy az unokákat nem lehetett vinni, nem lehetett meglátogatni őket, talán sokszor túl is szorongták, sok család túl is szorongta, még azt a kontaktust sem voltak képesek megadni, amit azért lehetett volna, hogy ennek igen, nagyon sok szomorú következményéről számolnak be a kliensek. Az nagyon-nagyon jó ötlet volt, amit hallhattunk a médiában, hogy egyedül élő időseket felhívnak, úgymond pótunokák. Tehát azért a járványnak voltak ilyen pozitív hatásai is, amikor megtudtuk magunkról, hogy összetudunk fogni, vagy tudunk adni, tudunk jobbak is lenni, mint voltunk. Ede, muszáj tőled megkérdeznem, mert ugye én tudom, hogy te Amerikában éltél és tanítottál sokáig, és hát tanulmányoztad az indián izzasztó kunyhóktól kezdve, jártál az esőerdőbe és találkoztál sámánokkal, szóval te egy olyan ember vagy, aki a különböző integratív dolgokra abszolút nyitott, és egy spirituális ember vagy. Na most, ezeknek a dolgoknak az ismeretében mi az a plusz, amit te adott esetben a pácienseidnek, adott esetben egy depressziós, egy szorongó embernek adni tudsz? Gondolkodásban, szemléletben, pszichoterápiában? Már jó pár éve volt, hogy terveztem egy előadás díjasorozatot arra vonatkozóan, hogy mi lehet az oka, hogy a WHO előrejelzései szerint ugye a depresszió előfordulása emelkedőben van. Ide mindent belehoztam, antropológiától kezdve buddhizmusig, sok mindent. Végül is három előadásnyi díjasor jött ki belőle. Tehát hiába számomra az antropológia, hát én csak bocsinálta vagyok, de az antropológia egy szempontváltáshoz ad lehetőséget, tehát egy más kultúra szemével próbálom nézni a sajátomat, jól vagy rosszul, de minden esetre a szempontváltás az segít, hogy az ember jobban meglásson problémás tényezőket. Na most azt kell mondanom, hogy bármennyire is jutottam, itt 3 tucat és 3 előadásra elnyúló depressziós faktorok összegerebjézése kapcsán nagyon keveset tudok átadni, amit meg lehet valósítani a mi kultúrkörünkben. A legalapvetőbb az a testmozgásra és a természettel való kapcsolatra való felszólítás, tehát ez az, amit minden esetben próbálkozok. Akkor a társas kapcsolatok ápolása, ugye, ami a közösségbe tartozás, tehát Kopp Máriáéknak volt nagyon szép felmérése, hogy az elmúlt 20-30 évben, tehát egyre kevesebb közösség életébe folyunk bele, tehát kevesebbek a látogatások, vendégeskedések,
Ugye, mert hát én ezt látom más kultúrákban, és nem is kell ehhez az Amazonasba menni, de akár csak mediterrán országokban, hogy mennyire szociabilisabbak az emberek, tehát mennyire jobban ápolják a társas viszonyokat. Tudjuk, hogy Milánóban ez mit okozott. Igen. Egyébként ehhez, amit mondtál, én egy nagyon rossz statisztikát találtam, ami minket illet, hogy tudnélik a 65 felettiek 60%-ának a családi kapcsolatain kívül, de még ott is a rokoni kapcsolatok billegnek, nincsenek társas kapcsolatai, nincsen semmiféle interaktív mező, amihez kötődne. Tehát, hogy egy ilyen elszigetelődő társadalom vagyunk. Ez most egy magyar adat volt, amit mondtam. Hogy olvastam én is ehhez hasonlókat, és európai országokkal hasonlították össze, hogy egy embernek hány barátja van, akivel kapcsolatot tart. Ilyen hálózati mezőben mozog. Igen, és hogy ha jól emlékszem, az az eredmény jött ki, hogy Magyarországon másfél egy emberre. Na most, hogyha az összes statisztikát nézzük, akkor ez azt jelenti, hogy van, akinek 3-4 van, vagy 4-5, aki közeli bizalmas, Magyarországon ez másfél. De hát azért, hadd mondjam azt, én azt tapasztalom, én vidéken nőttem fel, 18 éves koromban jöttem el, és azóta élek Mosonmagyaróváron, nem egy kisváros, és azért azt látom hazalátogatva, még mindig így mondom, hogy hazalátogatva Mosonmagyaróvárra, hogy azért a nagyvárosokra sokkal jobban jellemző ez az individualizált lét, vagy az, hogy a kapcsolatok, bár a kapcsolati háló, minthogyha nagyobb lenne, de azért a kapcsolatoknak a mélysége az egészen más, és hogy azért a vidéki közösségekben azért a kapcsolattartásnak a minősége, a száma azért egészen más, nem tudom, hogy Magdi és Ede ezt hogy látja, de azért még így mindjárt Magyarországon mindjárt felül is, és hát Edét azért is szólítom, mert ő azért egy megapolisban is élt New Yorkban, hogy te hogy látod ezt, de... Hát igen, a városi élet atomizáltsága, tehát azt ugye mindannyian tudjuk, tapasztaljuk, hát New Yorkban bevándorlóként meg különösen tapasztaltam, és hány és hány idős ember él egyedül, de nem csak idős, fiatalok is. Tehát az urbánus életmódra az egyedüllét nagyon jellemző. Sokan mondták nekem, hogy hát ehhez hozzá lehet szokni. Hát nem tudom. Ha statisztikailag nézem a nagyszámok törvényei alapján, ez mindenképpen egy rossz tendencia, hogy egyre többen kényszerülnek, mert nem hiszem, hogy sokan, hogy mindannyian vállalják az egyedüllétet, néha ez kényszerűség. Tehát ez is gyökeresen ellentétben áll. Megint mondom, nem kell nagyon messzire menni. Nekem egy szíriai ismerősöm mondta, amikor még Szíriában béke volt, hogy az tipikus mediterrán házukban, ugye, hogy az udvar befele, kifele az utca fele alig, hogy olyan családi élet folyt, hogy soha nem tudta lebetonozni a ház közepén levő udvar centrumában levő szökőkútot, mert még éjszaka is lábnyomok maradtak utána. Úgyhogy kétségkülönbözően, tehát a falusi rurális környezetben, tehát sokkal több, még ha néha tudjuk, hogy negatív hatása is vannak a túlzott, hogy mondjam, központban levésnek, amikor olyanoknak a szeme is rajtam van, akinek szeretném, ha nem lenne. Ez egy másik terület felé vinne, nem nagyon akarok eltávozni a depressziótól, de nem győzöm hangsúlyozni, hogy csak ami történt itt Magyarországon az utóbbi 50 évben, hogy a nagy családok egyre kisebb családokra bomlottak le, hogy a közösségnek, és ezt tapasztaltam a természeti népeknél, a közösségnek nagyon fontos szabályozó szerepe van az egyén viselkedésében. A másban nem, például a szülői
minták kialakításában. Most gondoljuk azt el, hogyha teljesen atomizált családban, világban élünk, ez a közösségnek a viselkedés szabályozó ereje, ez nagymértékben csökken, a hiba korrekció alacsonyabb szintű. És ez már elvisz, mert akkor már nem csak depresszió szorongásról, hanem különböző személyiségzavarokról is szó van, de hát az már nem a mai beszélgetésünk témája. Ede, nekem eszembe jutott valami, ami hát kapcsolódik is ahhoz, amit mondtál, meg nem is tulajdonképpen, mert a depresszióhoz mindenképpen. Ült itt a stúdióban többek között az ökopszichiátról, pszichiátriáról beszélgettünk az egyik kollégátokkal, Kapucs Gáborral, és hozott magával többek között egy depressziós beteget. És ebben a stúdióban ült már tüdőrákos, ült már emlőrákos, ült már műszíves, szívelégtelenséges, nem fogom felsorolni ki mindenki. Hadd mondjam el, hogy mindenki vállalta a betegségét, és abszolút őszintén beszélt róla, és elmondta. És nagyon érdekes volt, hogy amikor én ezt az embert megkérdeztem, ezt a mérnököt, hogy tudunk arról beszélni, hogy ez nála hogyan jelentkezett, milyen tünetekkel, akkor azt mondta, hogy ne haragudjak erről, ő nem szeretne beszélni. Tehát magyarul magáról az ökopszichiátriáról beszélgettünk, tehát hogy különböző terápiák hogyan segítenek az ő gyógyulásában, de az ő állapotáról, hogy ő hol tart, és ezt az ő munkatársai és családja hogy fogadta, és hogy dolgozza fel, arról nem. Tehát a számomra ez mindenféleképpen azt jelentette, és azt jelenti, hogy a depresszió valahogy sokkal stigmatizáltabb betegség, mentális betegség lévén, mint a többi betegség. Nem? Hát most a többi mentális betegségre gondolsz? Nem a többi mentális betegségre gondolok. Vagy egyébként. Azért hoztam fel a példákat. Hát, ez nagyon messze megy ez a kérdés, amit feltettél, mert hogy önmagában az, hogy valaki, aki pszichés betegséggel él, az eljön és vállalja a betegségét, ez is ritka, mert hogy azért, és akkor most a depresszióból átmen azért mind a mai napig, még a mi közösségünkben itt Magyarországon azért erősen stigmatizáló, hogyha valaki pszichés betegségtől szenved, sokszor még az is, hogy pszichiáterhez fordul, mert nagyon sokszor a környezet ezt egyfajta gyengeségnek, egyfajta kirekesztő dolognak képzel, és ezért nagyon nehezen vállalják fel. Hát ugye nem véletlen az sem, hogy a depressziótól szenvedőknek, és egyébként ez nem csak magyarországi adat, csak 45-60%-a jut el a gyógyító tímig. És akkor visszautalva egyébként Edére, hogy ezeknek a közösségeknek és a közösség összetartásának van egy protektív szerepe. Egyrészt, hogyha valaki a közösségben betegségtől szenved, akkor a köré gyűlnek és segítenek neki. Egy saját élmény nekem gyerekkoromból jut eszembe, az én keresztanyám az egy 80 fős faluban élt, nagyon sokat nyaraltunk ott a Rába közben, és hát ott megvolt a közösségen belül, hogy megvolt a falu bolondja, aki egy szellemileg sérült ember volt, aki egyébként pásztorként dolgozott, megvolt a faluban a tolvaj, aki már ült börtönbe, mindenki tudta, hogy ő a tolvaj, ugyanazok az emberek kerültek konfliktusba naponta este, azkor italboltnak hívták a kocsmába, de mindnyájan a falu közösségének a részei voltak, ami azt jelenti, hogy nem kirekesztő volt, hanem inkább protektív és befogadó a kis közösség. Én most csak azért fogom Magdit kérdezni, mert részesen fogynak a perceink, és szeretném, hogyha te is beszélnél a tapasztalataidról. Ugye szóba került már a buddhizmus, és te valamilyen olyan terápiával, vagy olyan területtel foglalkozol nagyon sokat, ami alapvetően hasonlít hozzá, mert hogy már szemléletében mindenképpen, mert hogy nem egy ítélkező, hanem egy elfogadó terápia. A mindfulness-re gondolsz. Kifejezetten. Gondolom. Igen. Ez egy része annak, amit a pszichoterápiában csinálok, és ebben nálam sokkal nagyobb szakértők is vannak. Inkább azt mondanám, hogy az a fajta terápiás hozzáállás, amit én kialakítottam,
és most a Covid idején különösen sokat próbáltam használni, az egyrészt a trauma terápia, másrészt azon belül a stabilizáló technikák, és azon belül is a mindfulness szemlélettel végzett stabilizáló technikák voltak azok, amelyeket a leginkább hasznosnak jeleztek vissza a kliensek. Többek között volt Covid-os online kliensem is, ami egy 2500-2600 éves módszer, nem fedeztük föl újra, csak talán most tört be ismét a nyugati gondolkodásba. Ez a tudatos jelenlét, a mindennapunknak, a pillanatunknak, a jelen állapotnak, az elfogadással, az éber figyelemmel, a magunkkal szembeni elfogadással és kíváncsisággal történő megélése. Ez egy hosszú sor. Amikor olyannak fogadjuk el a dolgokat, amilyenek, ami nem azt jelenti, hogy nem akarunk változtatni rajta, hanem nagyon leegyszerűsítve, mintha a szabónak nem azt az anyagot hoznák adott esetben, amit szeretne, hanem esetleg egy gyengébben, de abból kell egy egyszerűt szabni. Tehát, hogy ez van, nagyon-nagyon jó kis könyvet szoktam ajánlani a klienseimnek, a citromból limoncellót, ami egy mondásnak az átalakítás, hogyha az élet csak citromot ad, akkor csinálj belőle limonádét, vagy az olaszok limoncellót. Tehát, hogy hogyan lehet a mindennapokat, akár Covid idején, akár betegség, akár veszteség idején elviselhetővé, vagy netalán még jól élhetővé is tenni. Nekem ez nagyon-nagyon sokat segített a munkámban is, és hát én magam is próbálom gyakorolni nagyon sokat kint a természetben, vagy a mindennapokban. Bármilyen tevékenységben lehet tudatos jelenléttel és odafigyeléssel átadni magunkat ezeknek az érzéseknek, vagy ezeknek a hatásoknak. Ez volt Magdi végszava, és miután vészesen fogynak a másodperceink, akkor Ede, te mit tanácsolsz a pácienseidnek? Mozogva a természetbe. Most pláne, hogy korlátozások csökkentek, használjuk ki. És számomra május-június az év legszebb szakasza. Úgyhogy itt minden napot kár kihagyni, amit az ember nem tud kint a természetbe tölteni, amikor a leveleket még nem rágta meg semmi. Köszönöm. Egy hibátlan zöldek. Karcsi, te jössz. Edéhez csatlakozom a mozgáson kívül. Én még egyszer hangsúlyozom, hogy a kapcsolatok újraépítése. Én nagyon köszönöm, hogy Molnár Károly, Frecska Ede és Moretti Magdi velünk volt, és itt beszélgetett ebben a műsorban velem és önökkel, és azt hiszem, hogy a legfontosabb amellett, hogy a különböző előírásokat természetesen továbbra is be kell tartanunk, hiszen a COVID-19 még itt van velünk, hogy mozogjunk, összefoglalva, amit vendégeim mondtak, élvezzük a természetet, és hogy ne engedjük, hogy elszigetelődjünk, és foglalkozzunk a barátainkkal, a családtagjainkkal, a szeretteinkkel. Nektek tehát még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok, önöknek köszönöm, hogyha velünk köszönöm tartottak, viszontlátásra. A műsorvezető ruháiról a Merrill Fashion gondoskodik. Műsorunkat a Home Office megoldásokat segítő digitális távmunkacsomag forgalmazója a HRP Europe Kft. Támogatta. Fortinet.hrp.hu